Volt olyan kiskorú, akinek 10-szer kellett elmondania a nyomozók és a bíró előtt, hogyan erőszakolták meg. Szakértők szerint a gyerekek súlyos sokként élik meg az eset felidézésért, ezért azt mondják, arról kellene inkább törvényt hozni, hogy csak egyszer lehessen őket kihallgatni. Az ifjúsági ügyekért felelős államtitkár szerint már van előrelépés az ilyen ügyekben, például az, hogy a bíróság folyosóján már nem együtt kell várakoznia az erőszakolónak és a támadás elszenvedőjének. A tan hazudik. Maga mit mond erre? Nem hazudok. Egy pedofiliával vádolt tanár és áldozatának szembesítése a bíróságon. Bár alig a kétséges, hogy a szexuális bántalmazás felidézése újabb sokkot okozhat a fiatalkorúnak, volt olyan, akinek 9-szer kellett elmondania saját megerőszakolásának történetét. Somogyi Gábor, a kúria bírája egy háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy soha nem öncélú a visszaidézés, hanem a történtek tisztázása miatt van rá szükség. 20 éve még a 6 éves gyermekeket is a tárgyalóteremben hallgatták ki, ma már talán egy fokkal jobb a helyzet. A gyermekbarát igazságszolgáltatás tulajdonképpen erről szól. Így véli az ifjúsági ügyekért felelős államtitkár is, aki szerint már az is eredmény, hogy ma már a bírósági tárgyalás előtt nem kell egy légtérben várakoznia az erőszakolónak és az erőszakoltnak, mint korábban. Most, amikor egy rendszeresen erőszakot elkövető és annak az áldozata együtt várakozik a folyosónak kihallgatása, el lehet képzelni, hogy az mondjuk lélektanilag egy milyen helyzet. Úgyhogy ezeken már jogszabályi garanciákkal változtattunk az elmúlt években. Civil szakértők szerint jogszabályban kellene rögzíteni azt, hogy a fiatalkorú áldozatokat csak egyszer lehessen kihallgatni az eljárás során. Hasonlóan súlyos traumát élnek át ezek a gyerekek az eljárás során, mint amilyen traumát átéltek akkor, amikor bűncselekmény áldozatává váltak, és azt mondják, hogy inkább akkor, hogyha az a kockázata, hogy megúszza a bűnös, akkor ússza meg, de a gyerekemnek még egyszer 2 év után ne kelljen ugyanazt átélnie. A kihallgatást kötelező lenne képben és hangban rögzíteni. A szakértőknek és a bíráknak ebből kellene később dolgozniuk. Az igazságügyi minisztérium nem sokkal ezelőtt úgy reagált híradónknak, hogy minimalizálni akarják a kiskorúak meghallgatásait, de mint írták, azt nem lehet kizárni, hogy a bíró többször is kihallgassa a sértettet az igazság kiderítése érdekében.